A bemutatót úgy állítottuk össze, hogy az F-16 képességeit maximálisan bemutathassuk. A manőverek a végletekig próbára teszik a gépet, hogy a nézők láthassák, mi mindenre képes ez a nagyszerű madár. A bemutató repülés mindig nagyobb figyelmet igényel, mint egy egyszerű gyakorlás, hiszen itt nem csak magamra és a gépemre kell ügyelnem, de arra is, hogy látványos legyen és a közönség biztonságát se veszélyeztessem. Nos, kedves jó testvérek, azt mondtam, visszatérek oda, hogy nyár közepén vagyunk, verítékezünk, melegünk van, otthonainkban is, utcákon, munkahelyeken is, szinte elviselhetetlen a hőség. Ilyenkor nem is tudjuk fölidézni azt, ami fél évvel ezelőtt volt, amikor hideg volt, havazott, fáztunk, téli kabátot kellett, hogy fölvegyünk. Valahogy így vagyunk, kedves jó testvérek, azokkal a korokkal, amelyek messze vannak tőlünk, és nagyon sok mindenben, ha nem is mindenben, de nagyon sok mindenben, érdekes a magyar nyelv, ha azt mondom sok mindenben, az kevesebb, mint ha azt mondom mindenben. Szóval nagyon sok mindenben, annyira más, hogy alig tudjuk elképzelni. A szénység napjaiban megálltogatja szénbányászokat, és a magyar munkás hazafiságára hivatkozva fokozott termelésre ösztönzőket. Megszemléli az évről évre jobban elhíresedő hajdúszoboszlói gyógyforrásokat. A kincsekben új gazdag magyar föld gyönyörű meglepetéssel szolgál a kutató nemzetnek. Az ország különböző részei gazdag olajforrásokat fedeznek fel. Ő főméltósága adja át forgalomnak az első transzkontinentális autóutat, mely szorosabbra fűzi Magyarország összeköttetését a külföldön. És még van itt valami, ami a születés, nekem a születéskor mindig a halál jut azonnal eszembe. Mert aztán később megtudtam már 4-5 évesen, 6-7 évesen inkább talán, hogy előttem már 3 testvérem született, és mind a 3 egy-egy napig élt csak. És lehettem tényleg olyan 7-8 éves, amikor a bába asszony, a Médi néni, az utcán úgy megsimogatta a fejemet, és azt mondta, fiam, azt hittük, hogy te se éred meg a 3. napot. Hát ha ennek a kis felvételnek címet akarnék adni, akkor azt adnám, hogy 3. nap után.